Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünket a 90. Zsoltár első verse éneklésével kezdjük meg. A 90. Zsoltár első verse így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva. Folytassuk Isten tiszteletünket a 264. dicséret éneklésével. Énekeljük a 264. énekünk első, második és harmadik versét. Az első vers így kezdődik, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
ünnepi istentiszteletünk megszentelése, megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Emeljük fel szívünket, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Öröki való Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Hálát adunk ezen az ünnepi alkalmon mindazon ajándékaidért, a testiekért és lelkiekért egyaránt, amelyekkel az elmúlt időszakban gazdagítottad életünket. Köszönjük, hogy miközben mindennapi kenyerünket kirendelted, egészségünket megtartottad, családunkban, gyülekezetünkben, hazánkban a békességet munkáltad. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy sokszor életünk nem aszerint alakult, ahogyan ezt te akartad, amiben szerepet játszott engedetlenségünk és hűtlenségünk is. Kérünk, hogy ezen az alkalmon is emeld fel tekintetünket egy olyan magasságba, ahol egy másmilyen életet és világot is láthatunk, azt, amit te munkálsz öröktől fogva, nemzedékről nemzedékre. És hogy ez megtörténjék, kérünk, hogy szent lelked áldó, megtisztító, utat mutató ereje betöltse szívünket és életünket. Add, hogy a hirdetett ige ne csak holdbetű legyen, hanem életünket megváltoztató erő és hatalom. Krisztusért, ami Urunkért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint írva található a Zsoltárok könyve 127. fejezetében, az első és a második versben. A Zsoltárok könyve 127. fejezetében, az első és következő versében eképpen találjuk Isten igéjét megírva. Zarándokének Salamoné. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és feküsztök későn. Fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Eddig Istennek írott igéje. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim! 1000 éves államiságunkra emlékezünk ezen a napon, szerte az országban, arra a csodára, hogy annyi balsors, vész és viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzet e hazán. Igen, ez maga a csoda. S akik jól ismerik nemzetünk történelmét, azok nagyon jól tudják és értik, mit is akarok ezzel kifejezni. Jöhetett a tatár, a török, a rácdúlás, pusztíthattak jobb és baloldali szélsőséges eszmék, az, amit István király hallatlan bölcsességgel és igazi mély hittel ismert fel, a népek kohójában megmaradni csak az egy igaz, élő Istenbe vetett hitáltal lehetséges, és ez olyan alapot jelentett, amire felépíthette hazánkat, ami így szilárd és rendíthetetlen lett. Mindez ma is igaz. Lehet házat vagy hazát építeni emberi erőfeszítéssel, jól vagy rosszul, ám ha az Úr nem adja rá áldását, ha valójában nem ő építi mindezt, akkor gyönge, erőtlen és sebezhető marad. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a már említett nemzetpusztító eseményeken túl számos egyéb tényező is ellehetetlenítette népünk, nemzetünk életét, ami igaz napjainkra is. Sokszor szinte jogosnak tűnhet a kérdés, amit magam is hallottam már másoktól nem egy ízben feltenni, miért engedi Isten ezt a sok nyomorúságot, amit még mindig szenvednünk kell? Nos, bizonyára azért van ez így, mert valamit nem jól csinálunk. Valamit elrontottunk, valaminek bizonnyal még a híján vagyunk. És hogy hol lehet a hiba, arra a felolvasott ige segítségével szeretnék rávilágítani ezen az ünnepi istentiszteleten. Igénk a 127. Zsoltár, amely címiratában benne foglalja azt, hogy Salamon írta Zarándok énekként.
Elgondolkodható az a tény, hogy ugyan mikor zarándokolt Salamon, hiszen ő Izrael legnagyobb királya volt. Ugyan miért írt ő zarándok éneket, amikor mindene megvolt, ő volt a legbölcsebb, a leghatalmasabb, a leggazdagabb a földön, és mindennek fejében Isten még ráadásként hosszú életet is adott neki. A válasz csak egy lehet, éppen ezért. Ha valaki, akkor ő igazán jól tudta, hogy ez a földi élet maga is egy zarándoklat, amely kezdődik a születésünkkel, és véget ér majd valamikor, amikor el kell hagynunk ezt a földi. És nem mindegy, hogy ezt az időt hogyan és miként töltjük el. Hogyan állunk hozzá naponként az élet dolgaihoz. Hogyan építjük a házat és a hazát. Valaki egyszer azt mondta, az élet egy híd, ne építs rajta házat. Igen, tulajdonképpen ezt próbálja elmagyarázni nekünk a saját maga eszközeivel a bölcs Salamon. Ezt próbálta Zsoltárba önteni, hogy évezedeken keresztül az ezt éneklő emberek talán ráébrednek földi létünk lényegére. Mert Zsoltár éneklés közben az ember az Istent dicsőíti, és nem önmagával van elfoglalva. És talán miközben az Istent dicsőítjük, ráébredünk arra, hogy igazi munkát ebben a világban egyedül Isten végez, egyedül ő végezhet, hiszen övé a teremtett világ. És ez a feltett kérdésünkre az egyik válasz, testvérek. Tudjuk, hogy a Biblia többször használja a kert, vagy a gyümölcsös kifejezést világunkra, amiben élünk, ahol a kertész maga az Úristen. És bizony néha előfordul, hogy a kertész a szép virágok közül is kivág egyet-kettőt, vagy akár kiszánt egy olyan veteményest, ami esetleg még hozna gyümölcsöt, még lenne termése, csak éppen a gazda meggondolta magát, ő már más szeretne, ő másként akarja annak a kertnek a sorsát intézni. De a fordítottja is igaz, erről is tudunk példát a Bibliában, a nem termő fát, növényt még tűri egy ideig a gazda. De mindenhez joga van, mert az övé. Mindezért őt senki sem vonhatja felelősségre, sem a szomszédkert tulajdonosa, sem pedig az általa gondozott növények. Nos, Isten kertjében mi vagyunk az elültetett növény, a valamilyen szinten kikelt mag. S természetes törekvésünk az, hogy növekedjünk, csak arról nem veszünk tudomást sokszor, hogy létezésünk célja nem pusztán a növekedés, hanem hogy létünkkel, gyümölcseinkkel az Isten dicsőségét hirdessük. Igaz, az embernek jogában áll eldönteni, hiszen erről szól a szabad akarat, hogy ő csalán akar-e lenni, vagy éppen folyondár, vagy valamelyik hasznos növény, vagy egy gyönyörű virág, amely hirdeti az Isten nevének dicsőségét. Valóban nem mindegy, hogy mivé válunk életünk során. Salamon király erre jött rá, mégpedig saját édesapjának, Dávidnak a példáján, aki nagy királlyá vált Izraelben, aki mindent megtehetett. Csupán egy dolgot nem engedett meg neki az Isten, hogy a templomot ő építse fel. Isten valósággal megtiltotta neki. S hiába erőlködött, hiába szerette volna mégis megtenni, be kellett látnia, hogy nem az a kérdés, hogy mit akar a hatalom, mit akar az erő, nem az a kérdés, hogy mit akarok én, hanem hogy mit akar az Úristen. S a mi feladatunk nem több és nem kevesebb, mint a saját helyünket megtalálni az Isten tervében, az Isten világában, miközben hazát és házat építünk. Több mint 1000 évvel ezelőtt Szent István király egy igen jó döntést hozott, amikor a kereszténység felvételét elhatározta. Mondhatnánk, olyan hátszelet adott ezzel népünknek, ami évszázadokon át meghatározta létét és a többi nép között betöltött szerepét. Ugyanakkor mindig voltak olyanok népünk vezetői között is, akik saját felfogásuk, terveik, akaratuk szerint próbáltak élni, illetve akaratukat másokra is rákényszeríteni. Nagyon sok hiába való cselekedet adódik abból,
hogy az ember nem az Isten akaratát keresi, hanem el van a saját gondolataival, a saját álmaival, elképzeléseivel. Éppen a felolvasott 127. Zsoltár szavai alapján érdemes azon elgondolkodni, hogy Isten valami hasonlót csinált, amikor Bábel tornyánál összekeverte az emberek nyelvét. Igaz, én korán sem vagyok meggyőződve arról, hogy azok az emberek, akik olyan hatalmas tornyot akartak emelni, hogy feljussanak általa az Istenhez, gonosz vagy rossz emberek lettek volna. Egyszerűen olyan álmodozó emberek voltak, akik a saját akaratukat akarták a világra kényszeríteni, de leginkább a világ teremtő Istenére. És ezért mondta az Isten, eddig és ne tovább. Természetesen történelmünk során számos olyan pozitív példát is találunk, amikor valaki vagy valakik egy nemes ügyet szolgáltak, ám mégsem tudták győzelemre vinni elképzelésüket. Ó, mennyi ártatlan áldozat vére kifolyt forradalmaink vagy szabadságharcaink során, akiknek az élete sokkal méltóbb lett volna az életben maradásra, mint azoké, akik ítéletet hirdettek felettük, vagy éppen akik kivégezték őket. Azonban ezek az emberek tudtak valamit, hogy nem az a kérdés, hogy meddig élünk, nem az a kérdés, hogy hány év van még hátra az életünkből. A kérdés az, hogy hogyan tesszük a dolgunkat. Hogy vajon az elveinknek és ezzel együtt a hitünknek élünk-e, vagy egyéb mások elvárásainak, kívánságainak. Be kell látnunk, hogy csak azt tud igazán a hitnek és az elveknek élni, aki ráébred arra, hogy végső fokon ebben a világban, annak minden rezdülésében a legfőbb cselekvő személy, a legfőbb döntéshozó fórum maga Isten. És hogy mi fog történni és mi nem, az csak nagyon kis százalékban múlik rajtunk embereken. Mert mi eszközei vagyunk az Isten akaratának. Valójában arra hivattunk, hogy szolgáljuk az ő dicsőségét, és nem arra, hogy a magunk erejét és hatalmát érvényesítsük. Hogy az ő hatalmát és erejét ennek függvényében a magunk dicsőségének szolgálataiba állítsuk. Ünneplő gyülekezet, nemzetünk mártírjai mindig nyugodt szívvel és emelt fővel haltak meg hazájukért. És hogy miért? Mert tudták, hogy elvégezték a munkát, amire hivatottak, amire Isten küldte őket. Tudták azt, hogy megtettek mindent, amit a hitük és amit az elveik követeltek tőlük. És ezáltal teljes és lezárt volt az életútjuk, bármely pontján is legyenek annak. Nem kellett attól félniük, hogy Isten kertjében valamely jobbra hivatott, mégiscsak eltékozott életté váltak volna. Mert ők tudták azt, hogy ki maradt életben, és hogy kinek kell meghalnia. Hogy ki az, aki könnyen szerez kenyeret, és ki az, akinek verejtékes munkával kell megdolgoznia érte. Bár csak minden olyan ember, akik hiába dolgoznak sokat, és közben ébérért teszik mindezt, ráébredne erre az igazságra. És megtalálnák még inkább az Istent, megtalálnák azt, hogy benne is általa megváltást, békességet és örök életet nyernek. Ráébrednének arra, hogyha nem a saját fejük után mennek, hanem az Isten útját követik, ha viszont tudják szeretni az őket megelőlegező módon szerető Istent, akkor talán a kevés is elegebb lenne nekik. Talán megtalálnák azt az utat, amelyen járva nem álmaiknak és vágyaiknak lennének a rabszolgái, hanem Isten tervének a kimunkálói. Sajnos a technika, a tudomány, mindaz, ami kényelmesebbé teszi az életünket, mind, amire azt mondjuk, hogy jobbá teszi a világot, bizonyos értelemben rabszolga sorsa juttatta az emberiséget. Rabszolgák dolgoznak a gyárakban és irodákban, futószalagon ontjuk a modernebbnél modernebb dolgokat, okosabbnál okosabb ötleteket, és a saját tudásunknak váltunk mindeközben rabszolgáivá. A saját vágyaink már nem engedik, hogy Isten dolgaival foglalkozzunk. Becsap minket a szemünk, a fülünk, és el akarjuk hinni, hogy lehet Isten nélkül is élni ebben a világban. Salamon bölcs király volt. Bölcs főként azért,
mert egy zsoltárban helyezte el azt a tudást, amit át akart adni az őt követő generációknak. Egy zsoltárban, amit azóta is énekelhetünk, amit versként elszavalhatunk, melynek gondolatai újra meg újra megérintik és megrázzák az emberi lelket, fölébresztvén bennünk a vágyat, hogy szeretnénk azok közé tartozni, akiket az Úr szeret, és akiknek álmában is ad eleget. És ha valaki ezzel a hittel keresi az Istent, meg is találja azt. Aki találkozik vele, az rájön, hogy nem a földi kenyér, a létbiztonság az, ami igazán boldoggá tesz minket, hanem az, amikor Isten kegyelméből, nyugalommal, hittel, üdv bizonyossággal el tudunk fogadni minden helyzetet az életben, és nem azt keressük, mi lenne jó nekünk, hanem azt, hogy az adott pillanatban hogyan lehetünk a leghűségesebb követői a mi Urunk Jézus Krisztusunknak. Ezen az ünnepen a hallott ige alapján mindezen elgondolkozva kérjük, ebben segítsen meg minket az örökkévaló Isten. Amen. Fejünket meghajtva imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük az ige útmutatását, mellyel ismét nyitogattad szemeinket. Köszönjük, hogy újra megérthettük, hiába való minden emberi fáradozás, ha munkáinkon, erőfeszítéseinken nincs rajta a te áldásod. Hálát adunk több mint 1000 éves történelmünkért, azért, hogy szeretett hazánkat mindezidáig kegyelmes szeretetedben hordoztad. Köszönjük, hogy szereteted, könyörülő kegyelmed napról napra megmutatkozik a mi életünkben is. Így kérjük, áld meg életünket, áld meg népünket és nemzetünket határainkon innen és túl. Segítsd országunk vezetőit, hogy eljussanak a salamoni bölcsességre, a Szent István királyi felismerésre, és így tudják tőled naponta elkérni vezetésedet, útmutatásodat. És ebben segíts minket is, hogy a hétköznapok harcában és küzdelmében nem mi akarjuk a házat és a hazát építeni, hanem tegyük ezt a te segítségeddel. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten áldásának elfogadása előtt énekeljük a 264. negyedik és ötödik versét, majd azt követően nemzeti imádságunkat, a himnuszt. A 264. ének negyedik verse így kezdődik: áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat.
Mindezeknek utána az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!